Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Sajnos nem tudtam korábban itt lenni, úgyhogy nem hallottam, hogy a püspök urak és egyéb politikus urak mit fejtettek ki, de feltételezem, hogy kellően az evangéliumban megalapozott módon tárták föl azt, hogy a keresztény embernek mi a társadalomban betöltött szerepe és milyen kötelezettségei vannak. Ennek megfelelően én világi emberként nem is gondolom, hogy nagyon szentírási részeket kellene, hogy citáljak, és amikor a meghívást kaptam, akkor visszakérdeztem a szervezőktől, hogy tulajdonképpen mi az, amire kíváncsiak lennétek mondjuk tőlem, vagy az utánam következőktől, hiszen ez egy ilyen tanúságtétel jellegű blokk kellene, hogy legyen. És akkor azt a választ kaptam, hogy próbáljuk meg arról beszélni, hogy én miért csinálom ezt még most, mi volt korábban másképpen, egyáltalán hogyan látom azt, hogy az ifjúság ma a közélet fele miképpen mozog, és milyen kihívások állnak előttünk. Tehát én ennek fényében szeretnék röviden pár szót szólni. A katolikus ifjúsági mozgalmat azt rögtön a rendszerváltás hajnalán 1989-ben Blankenstein Miklós esztergomi egyházmegyés atya hozta létre. Ugye ő már akkor nagyon intenzíven részt vett a társadalmi folyamatok milyen búvópatakszeri szervezésében. Ha jól emlékszem, az Örök Imádás templomban volt ő akkor káplán, és ott a Pincé helységben, ahol felnőtt katekézis is ment, ott került sor a KDNP újraindítása körüli megbeszélésekre, tehát nagyon intenzív közéleti tevékenységet folytatott. Arról nem is beszélve, hogy abban az időben, amikor még nem állt jogunkban, ugyebár nyíltan Krisztus hívőknek lenni, akkor ő az idejét azzal töltötte, hogy ott a Bokréta utcában, ahol a lakása volt, a hátsó gangon reggeltől estig a fiatalok lelkivezetésével foglalkozott, és próbált fölkészíteni egy csomó olyan fiatalt, akik aztán többek között ebben a bizonyos katolikus ifjúsági mozgalomban is aktívak lettek, majd aztán a politika fele is léptek. Tehát kezdetben, ha most visszaidézem ezt, én akkor ugye még egyetemista voltam, és a Miklós atyának a felnőtt katekézisére jártam. Azt hiszem, hogy ez a személyes motiváció, ami miatt én ebbe az egész dologba belekerültem. Akkor úgy fogalmazódott meg a mozgalomnak az alapszabálya, hogy valamilyen módon közéleti síkon a katolikus világnézetnek a fiatalok szempontjából való képviselete. Így került bele az akkori KIM vezetés mindenféle miszót, egyéb ilyen a pártállami ifjúsági területet lebontó megbeszélésekbe, és az Antal kormány idején jó néhány a politika élvonalában vagy a háttérmunkákon résztvevő ember is kikerült innen. Gondolok például a Becker párra, aki most az állami számvevőszéknek azt hiszem főigazgatója, de volt ő pénzügyminisztériumi államtitkár, vagy a Antal József miniszterelnök úr kabinetfőnökére, tehát jó, lehetne sokáig folytatni ezt a sort. De ha az most kérdés volt számomra, hogy mi volt akkor, és mi az, ami most másképp van, azt is látni kellett, hogy ahogy elindult az újra szabaddá váló politikai élet, hát szép lassan a politikai pártok megszervezték a maguk ifjúsági szervezeteit, és egyfajta ilyen agyelszívás is volt tulajdonképpen azok közül, a fiatalok közül, akik aktívan szerettek volna a közéletben részt venni. Ennek megfelelően újra kellett egy következő generációval gondolni, hogy akkor tulajdonképpen mi az a terep, ahol egy ilyen közéleti síkon mozgó, az egyházához kötődő ifjúsági szervezet tevékenykedni tud. És itt szeretném én idézni II. János Pál pápát, ahogy az előttem szóló is ezt említette, nem azt a híres jelmondatát, hanem az 1979-ben kiadott apostoli buzdítását, a Christi Fideles Laici kezdetű dokumentumot. Nyilván önök közül sokan ismerik ezt. Ezt abból a szempontból mondom csak, hogy a pápa nagyon világosan végig gondolta ott azt, hogy az, aki magát a katolikus egyházhoz tartozónak gondolja, az egyház hagyományos struktúráiban milyen szerepe és lehetősége van, és a közélet fele melyek azok az indítatások, aminek alapján ottan dolgozni és mozogni kellene. Ennek megfelelően mi, amikor ifjúsági munkával foglalkozunk, akkor próbáljuk ezeket az alapvetéseket szem előtt tartani. Nevezetesen, ugye, hogy a világnak a különböző struktúrái alapvetően jók, és ezekben részt kell vennie mindazoknak, akik szeretnék, hogy keresztényként a világban hallgassanak rájuk, vagy egyáltalán figyelembe vegyék a véleményüket.
Ha az ifjúsági munkára gondolok, akkor Magyarországon nincs annyira világos, hogy mondjam, szakmai definíció rá, mint mondjuk német nyelvterületen, ahol az ifjúság pasztorációt és az ifjúsági munkát elég jól körülhatárolják. Nálunk mi inkább egy ifjúsági lelkipásztornak a ökölszabályszerű, hogy mondjam, megfogalmazását tartjuk szem előtt, hogy az ifjúsági munka vagy ifjúság pasztoráció az nem egy vallásos népszórakoztatás, hanem arról szól, hogy hogyan lehet érett keresztény felnőtt embereket nevelni és a világba küldeni. Tehát mindaz, amit azóta is mi próbálunk csinálni, az valamilyen módon ennek az elvnek a mentén zajlik. Számos képzésre került sor, együttműködtünk egy csomó egyházi szervezettel, ökumenikus vonalon, evangélikus, református hasonló szervezetekkel. Most én ezeket nem akarnám így mind itt idézni. Ez mindig attól függött, hogy éppen az társadalom iránt elkötelezett keresztény vagy katolikus fiatalok mire voltak affinak. Tehát mi az, amiben úgy érezték, hogy itt találják meg önmagukat. És az szerepelt egy olyan kérdés itt a felkérésben, hogy mi az én vízióm erről az egész dologról, és miért vagyok ebben benne, még most is, miközben az jó néhány fiatalabb ember kell mozog és határozza meg a mozgalomnak a működését. Az egy olyan fajta vízió, amit én arról gondolok, hogy normális esetben egy fiatal hogyan szocializálódik bele a világba. Tudom, hogy ez egy vízió, és ma, amikor a társadalomnak a fele körülbelül szétszakadt családokból kerül ki, akkor ezt így nehéz egy az egybe elfogadni, de azért talán lehet mégis egy olyan víziónk, hogyha normális körülmények közé születik meg egy gyermek, akkor van neki apja, anyja, családi környezete, ott kezd eszmélni a világra, aztán kerül óvodába, iskolába, a társaival kapcsolatba kerül, ugye először még csak az a probléma, hogy a fiúk meg a lányok egymáshoz mit csinálnak, aztán szépen megtanulják a partnerkapcsolatok fontosságát is, és nyilván, ahogy haladnak előre, úgy valahogy nyílik egy kicsit a csipájuk afele, hogy a társadalomban is van valami hivatásunk és szerepünk. Én azt gondolnám, hogy az a fajta munka, amit mi csinálunk, ami egy iskolán kívüli ifjúsági munka, az ezt a fázist próbálná megfogni. Tehát amikor már kikerül valaki az iskolából, nem a hittanórán van, egy pillanatig nem szeretném ennek a jelentőségét kétségben vonni, de amikor arról van szó, hogy picit ilyen védőszárnyak alatt vagy védett közegben ki lehet próbálni önmagukat, amikor már fiatal felnőttek, hogy mi az, amire összefogva egymással képesek vagyunk. Nem nekem kell minden felelősséget hordanom, van, aki mondjuk a pénzügyeket elintézi helyettem, ennek megfelelően persze azért a döntési kompetenciám is körülhatárolt, de mégiscsak lehetőség teremtődik arra, hogy a fiatalok ezzel a mai divatos szóval élve az önmegvalósításukat elő készítsék, vagy megcsinálják, és számtalan példát tudnék elmondani, hogy kik azok az emberek, akik mondjuk a mi mozgalmunk tevékenységéből a politika különböző részeire kerültek, vagy akár önkormányzati munkában dolgoznak. Ebben a bizonyos említett Christi Fideles Laici dokumentumban az szerepel, hogy a közéletben való részvételre hivatott minden keresztény. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy egy pillanatig nem szabad lebecsülni azt a fajta, hogy mondjam, társadalmi részt sem, amikor arról van szó, hogy mondjuk egy faluban hogy lehet közösségi programot csinálni. Vagy élére kell annak állni, hogy a csatorna építés az normális keretek között menjen. Hát úgy gondolom, hogy egy ilyen ifjúsági szervezetnek ez lehet az elsődleges feladata, hogy az egyház tanításának megfelelően próbálja a fiataloknak a társadalmi jelenlétét előkészíteni. Nyilvánvaló ebből az is következik, hogy elsősorban politikai tevékenységet csinálunk, arra megvannak a pártoknak a politikai ifjúsági szervezetei, hanem inkább arra utalnék a Szabó püspök úr, ugye, aki korábban mondott néhány gondolatot, ő a Heti Válasz karácsonyi számában megfogalmazott egy számomra elég fontos gondolatot, talán önök is olvasták ezt, hogy nem csak látszani kell, hanem létezni is. Tehát úgy gondolom, hogy nem elegendő a kommunikációs harcokba belemenni, hanem azt a terepmunkát is valahol csinálni kell, amit többek között egy ilyen típusú ifjúsági mozgás végezhet.
Nyilván együttműködünk az elmondottak alapján azokkal az ifjúsági lelkipásztorokkal, akiknek ez a hivatása és feladata, hogy egy-egy egyházmegyében a fiatalokkal foglalkozzanak, és azt hiszem, hogy nincs kettős élet, hogy van egy ilyen civil létmódom és egy ilyen egyházon belüli életem. A kettő az nagyon szorosan, búvópatakszerűen együtt jár. Én nem is nagyon tudnám ezt elválasztani, és úgy látom, hogy a fiatalokat is azért ez a dolog így vonzza. Ha egy picit szabad még ilyen nemzetközi kitekintést is tenni, amíg talán az időben ez belefér, 2004-ben talán sokan emlékeznek arra, hogy akkor, amikor az a 10 európai ország, aki belépett akkor az Unióba, nekik volt egy kezdeményezésük, a Közép-európai Katolikus Találkozó, ami Máriacellben volt. Mondván, hogy annak a 8 közép-európai országnak, mert ugye Ciprus és Málta azért kicsit más kategória, akik itt nem beléptek, évszázados hagyományuk volt ehhez a Mária kegyhelyhez kapcsolódóan. Ez nyilván csak az apropó volt, de itt egy csomó konferencia, együttgondolkozás előzte ezt meg. Én magam az ifjúsági területen voltam így benne, és valami csodának köszönhetően ez a fajta együttműködés most is él és működik. Szerveztünk már közös konferenciát, tábort, a legutóbbi ifjúsági világtalálkozó Madridban együtt próbáltuk ezt a régiót bemutatni. Tehát nagyon fontosak ezek a nemzetközi kapcsolatok is, hogy azokkal a hasonló szervezetekkel, akik körülbelül ugyanilyen helyzetben vannak és így definiálják magukat, mint ahogy mi ezt gondoljuk, velük együttműködjünk. Csak olyan zárójelben jegyzem meg, hogy akármennyire is, ugye idestől a 100 év elmúlt az osztrák-magyar monarchia felbomlása után, a kulturális attitűdökben borzasztóan visszaköszön mindig ez, hogy ugyanúgy gondolkozunk egy csomó dologban, ugyanúgy szeretnénk felépíteni a magunk világát, ez is egy ilyen érdekes tapasztalat. És ami még a kihívásokat jelenti, itt talán egy fontos dolgot emelnék ki, nagyon-nagyon fontos az újabb generációknak a megszólítása. Talán sokak számára ismert, hogy most már ilyen jelszavakkal is van ez fémjelezve, hogy már van Y generáció, most már Z generáció van, vagy Google generáció, akik most 20 évesek, ők már egészen másképpen kezelik azokat a társadalmi kapcsolatokat, amelyeket mindent ez az internetes kommunikáció határoz meg. Ebből persze következik az is, hogy az egész személyiségük is ehhez alakul, érzelmileg is másképp viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, és a felelősségvállalásuk és az elköteleződésük kérdése az nagyon-nagyon kérdéses, ebben óriási kihívás van tulajdonképpen az ifjúsági szervezetek előtt. Ezzel összefügg, és akkor ezzel zárnám, az önkéntesség. Ugye tavaly volt az Európai Önkéntesség éve, a katolikus, református és evangélikus egyház ifjúsági bizottságainak és szervezeteinek egy közös kezdeményezése, ez a bizonyos 72 óra kompromisszum nélkül, talán sokan hallottak róla. Ez azt hiszem egy olyan tapasztalat, amit 2007 óta osztrák és német minta alapján honosítottunk itt meg, hogy alkalomról alkalomra duplázódik a résztvevők száma. Itt nem kell hosszú távra elköteleződni, egy hétvégére kell a társaimmal együtt elmenni, és másokon segíteni, szociális munkában, idős otthonba menni, és így tovább. Tehát ebből én azt látom, hogy a mai fiatalok nehezen köteleződnek el arra, mondjuk, hogy ők egy civil szervezetet működtessenek, de arra sokkal hamarabb vevők, hogy ami közösséget építő program számukra, amit a társaikkal együtt csinálhatnak, és csak picit kell magukat oda tenni, abban részt vegyenek. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem szabad és nem is kell erre építeni, hogy ebből hogyan lehet utána valami szervezeti hátteret csinálni, de hát ezek azok az adottságok, amik mondjuk kihívásként előttünk állnak. Köszönöm szépen a figyelmet!